Ezek a képek még 2014 áprilisában készültek, akkor lényegében teljesen lecsupaszították a Wigner mellett álló épületet, az 1975-ben átadott egri vasas birkózó csarnokot. Tavaly 19 millió forintból a vizes blokkok és az edzőterem, míg idén 5,4 millió forintból a bejárat körüli út és a környezet újult meg. Időközben a szomszédos Wigner iskola energetikai pályázaton 140 millió forintot nyert, amiből nem csak az intézmény, hanem a birkózó csarnok nyilászárójának cseréjét és hőszigetelését is megoldották, mondta beszédében Martonné Adler Ildikó, sportért felelős alpolgármester. Az utánpótlás szempontjából nagyon fontos az, hogy a szülők milyen körülmények között hagyják ott a gyerekeket, mert nagyon fontos az edző is, de az is, hogy az a sportlétesítmény miképpen képes kiszolgálni ezeket az igényeket. A hozzászólók közül többen is kiemelték, az egri birkózó sport nagy hagyományokkal rendelkezik, generációk sora itt tanulta meg a küzdelmet. Közülük nem mindenki lett élsportoló, de sokan a nemzetközi szintéren válogatottként is letették már a névjegyüket. Ezek egyike Sike András, a birkózók szövetségi kapitánya, aki 1988-ban Szöulban lett aranyérmes. A felújított csarnok 2015. december 9-től az ő nevét viseli. Kívánom azt, hogy ez a csarnok teljen meg úgy gyerekekkel, hogy aztán innen kikerülve világra szóló eredményeket érjenek el, és talán 10 vagy 20 vagy 30 év múlva, mikor egy nagyobb csarnok fog épülni, egy modernebb, ahol még több gyerek, meg még több sportoló fog tudni birkózni, és annak a csarnoknak a neve az már legyen XY-ról elnevezem, most nem akarok tippet adni, de akik szintén olimpiát vagy világbajnokságot nyernek, és innen Egerből indultak el. A névadó végén a jelenlevők megtekintették Sike András 88-as olimpiai döntőjét a bolgár Balov ellen, majd minden jelenlevő aláírta azt a táblát, ami erre az eseményre emlékezteti majd az utókort. A program bemutató edzéssel zárult, ahol nem csak az egri utánpótlás, hanem a magyar válogatott tagjai is részt vettek.